Szerinted miért érdemes interneten társat keresni? Szerintem társat keresni érdemes, ez a legfontosabb, hogy az ember elhatározza, hogy akar az életén javítani, segíteni. És a boldogság egyik alapvető forrása az, hogyha tudunk valakit szeretni. Nagyon sok emberben látom azt, hogy félnek keresni, azt gondolják, hogy meg fogja őket találni a szerelem, és ő maguktól lesznek majd szerencsések, és valaki leszólítja őket egy buszon, vagy kapnak egy névtelen levelet, vagy bármilyen, de hogy általában nem ez szokott lenni, hanem ahogy minden az életben munka és kitartás kérdése, ugyanígy a társkeresés. Azért érdemes az online társkereséssel próbálkoznia bárkinek, mert borzasztó kényelmes, hatékony, és valamelyest gyorsabb is, mint a való életben való próbálkozások. Még egy nap viszonylag kevés hölgyel lépünk interakcióba, akár tömegközlekedés eszközön, akár a munkahelyünkön. Addig az interneten több száz, több ezer hölgyből válogathatunk, sőt, ha leszűkítjük korban, lakóhely szerint és érdeklődés szerint a hölgyeket, akkor is még valószínűleg több százas sokaságról tudunk beszélni, akiből tudunk válogatni. Akkor is dolgozik helyettünk, amikor mi egyébként alszunk, tehát 24 órában gyakorlatilag kim van az adatlapunk egy olyan közösségben, ahol mindenki társat keres, ránk kereshetnek, írhatnak nekünk, mi is ugyanezt tehetjük, ugye egy 10 perces ebédszünetben is gyakorlatilag lendíthetünk valamit a szerelmi karrierünkön. Amikor valaki egy szórakozó helyen próbálkozik, akkor rögtön spontánnak kell lenned. Ha az interneten keresel, akkor van gondolkodási időd. Át tudsz gondolni válaszokat, nem baj, ha nem vagy annyira frappáns. Valaki begölcsön, amikor élőben kell valamire reagálnia, vagy élőben kell ismerkednie. Ez egy biztonságosabb terep szerintem. Sose szoktam azt mondani, hogy az egyik kizárja a másikat, tehát hogyha valaki beregisztrál mondjuk a mi társkeresőnkre, akkor amellett ugyanúgy nyitott kell legyen arra is, hogyha valaki leszólítja az utcán, vagy konferenciákon, vagy ahová a szakmai útjai viszik, hogy legyen nyitott a szerelemre. Esetleg valamilyen ellenérőt is tudnál mondani? A visszaélések azoknél mindig azért elég gyakoriak, hogy valaki csak szexpartnert keres, de nem tünteti föl, valaki más városba hazudja a lakóhelyét, mint ami van, más képet tölt fel saját magáról, tehát ilyen azért elég gyakori. Ezért fontos szerintem, hogyha egy társkereső bevált, vagy valamilyen nagyobb márka mögött van, akkor azt használjuk. Mert ha már sokan vannak egy társkeresőn, régóta működik, akkor annak van egy olyan szűrője, hogy ki lehet azokat válogatni, akik szeretnének visszaélni vele, és akik tényleg társkereső céljából mennek föl. Hogyha valaki óvatos, kellő körültekintéssel használja ezeket a társkeresőket, akkor semmi problémája nem lehet ebből. Arra kell odafigyelni, hogy tartsa be a főbb szabályokat, adatokat, fényképeket csak úgy osszon meg valakivel, hogyha 100%-ig biztos benne, csak úgy, mint a valós életben. Az online társkereséssel kapcsolatban ellenérvként szokták távozni a személytelenséget, illetve a bizalmatlanságot, de a hosszas levélváltásokkal ennek elejét lehet venni. Tehát, hogyha tényleg kellő energiát fektet az ember arra, hogy kellő mennyiségű levelezéssel, heteken, akár hónapokon át törekedjen arra, hogy ténylegesen megismerjen valakit, akkor ezt a hátulütőjét is ki lehet szűrni az online társkeresésnek. Ha valaki csak ezt csinálja, és mondjuk begubózik, és csak a monitor is ő van, és azt gondolja, hogy ez önmagában elég ahhoz, hogy az élete megváltozzon, akkor ez nyilván egy tévedés, hiszen ez csak az első lökést adja meg a valódi társkereséshez. Tehát egy kapcsolatot, egy telefonszámot, egy időpontot, egy randit lehet ezen keresztül megszervezni, és onnantól kezdve ugyanúgy működik minden, mintha az utcán ismerkedtek volna meg, tehát beszélni kell, és szeretni kell, és dolgozni kell a kapcsolaton. Mennyire gyakoriak a sikertörténetek? Visszajelzéseket kapunk, hetente, két hetente kapunk leveleket, fényképekkel illusztrálva, esküvői tortákkal, bébikről, amiket kiszedtünk tenni az oldalon, és megosztjuk ezekből a jobban sikerülteket, de valószínűleg napi 10-15-20 olyan pár is akad, akik egymásra találnak, de viszont nem érzik annak a kényszerét, hogy feltétlen megosszák ezt másokkal. Azért nehéz leszűrni, mert a sikertelenséget azt nem kommunikálják kifele. Mi csak a sikertörténeteket kapjuk, hogy valakik egymásra találtak, összeházasodnak, van olyan, akinek már gyereke van, voltunk nőklapekefé esküvőn, tehát hogy vannak ilyenek, de hogy hány százalékban találnak párra, ezt nehéz enne megsatszolni. Hosszú-hosszú évek óta gyűjtjük a sikersztorikat.
egyrészt, amikor valaki kiregisztrál, akkor meg szoktuk kérdezni tőle, hogy ezt miért teszi, és akkor elárulják az emberek őszintén, hogy milyen okból, és hát nagyon örülünk, hogyha az az egyik ok, hogy az a fő ok, hogy megtalálta a párját, és akkor ilyenkor persze kapcsolatba lépünk vele, és megpróbáljuk kikérdezni, hogy mint történt. Egyrészt azért, hogy mi is ebből tanuljunk, másrészt ez egy jó visszajelzés, hogy hány kapcsolat és milyen kapcsolatok születnek az oldalon keresztül. Nagyon sokan persze ezt így magánügyüknek tekintik, és nem osztják meg velünk, de nagyon sokan persze fotóval együtt, gyerekekről készült képekkel, vagy akár esküvői meghívóval is megspékelve beavatnak minket ezekbe a kapcsolatokba. A Ronda Randi is büszkélkedhet, már egy házassággal biztosan, egyről biztosan tudunk. Gyakori dolog, hogy egy online született kapcsolat egészen a házasságig, vagy a gyerekvállalásig is eljut. Mennyire fontos a névtelenség a felhasználók számára? A legfontosabb a anonimitás. Általában kérjük, hogy egy keresztnevet adjanak meg a felhasználóink, és azt látjuk, hogy itt is a felhasználók nagy része nem is a saját keresztnevét adja meg. Szeret mindenki rejtőzködni. Egyszer végeztünk egy kutatást, és az jött ki belőle, hogy több mint az 50% a felhasználóinknak épp jelenleg is kapcsolatban áll. Ha valaki már sokat sérült, akkor nem akar fölmenni saját névvel. Én sem akarnék fölmenni saját névvel. Nem vállalnám be, mert nem a nevem miatt akarjanak megismerkedni, hanem azért, mert olyan dolgok szerepelnek az adatlapomon, ami szimpatikus, amiket írok azokba, szeressenek be. Mit tanácsolnál azoknak, akik először próbálkoznak így ismerkedni? Azt javaslom, hogy először nézzenek körül, nézzék meg, hogy is néz ez ki, utána regisztráljanak, nézzék meg, hogy milyen egy jó adatlap, mitől sikeres egy adatlap, töltsenek fel hozzá fényképet, amit ha félősek egy kicsit, akkor akár el is tudnak rejteni. Nagyon fontos az adatlapunk tökéletes kitöltése. Rengeteg társkereső van, nem csak a Ronda Randin, ez egy általános jelenség az online társkeresésben, hogy egyfajta lustaság jelenik meg a felhasználókban. Úgy gondolják, hogy nem feltétlenül szükséges kép, de feltétlenül szükséges minimum egy valós kép a siker érdekében. Úgy érzik, hogy egy személyes bemutatkozás nem feltétlenül szükséges, de feltétlenül szükséges egy lehető legbővebb személyes bemutatkozás. Úgy érzik, hogy az adott oldalon megadott fix paramétereket, mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, társadalmi szokások, stb. Hogy ezeket nem feltétlenül szükséges kitölteni, de szükséges kitölteni. A társkereső oldalak és így a Ronda Randi alkotói is nem véletlenül fejlesztették ezeket a különböző megadható paramétereket. Sok éves tapasztalat, hogy erre kíváncsiak az emberek, kíváncsiak arra, hogy egy másik felhasználó miket mond magáról. Hogyha ezeket üresen hagyjuk, akkor drasztikusan csökkentjük az esélyeinket a pártalálásra. Ne akarjunk nagyon jónak látszódni. Ne akarjunk nagyon menőnek látszódni az adatlapunk alapján. Úgyis azt fogja kapni a másik ember, amiknek mi vagyunk. Az ilyen átverések, vagy hogy szebbnek láttatom magam a fotó alapján, vagy jó, túlságosan átgondol dolgokat írok, azok egy ideig működnek, de utána úgysem. Főleg a férfiakra panaszkodnak sokat, hogy nagyon lerövidítik az első bemutatkozó levelet. Tehát sokkal több energiát kellene tenni abban, hogy már az első bemutatkozó levél, az erre érkező esetleges válaszra adott válasz, és általában a levelezés legyen kielégítő hosszabb válaszok és ténylegesen átgondolt válaszok. Sokkal egyszerűbb akkor társat keresni, hogyha nagyon sok adatot tudok a másikról. Van egy elképzelésem egyébként, amikor beregisztrálok, hogy az én ideális párom az mondjuk 170 cm magas, mondjuk ilyen sportos alkatú, és mondjuk éljen Budapesten, vagy nekem vidékre járjunk randizni, és mondjuk legyen diplomája. Amikor elkezdem használni a társkeresőt, akkor elképzelhető, hogy viszont tudat alatt mégsem őt keresem. Lehet, hogy ez a szűkítés, ez túl szűk, és mondjuk lehet, hogy mondjuk nem messze, mondjuk 10-20-30 km-re él innen az ideális párom, de az is lehet, hogy Pécset. Ne adják fel. Tehát nagyon-nagyon könnyen lehet kudarcokba belefutni, és sokan föl is adják, de nem szabad. Itt a nagy számok törvény abszolút bejön. Tehát minél több emberrel kell csetelni, minél több emberrel kell levelezni, és lesznek kudarcok, mert én olyat még nem hallottam, hogy valakit rögtön megtalálta a nagyő, vagy ő megtalálta a nagyő társkeresőnek. Fontos, hogy napi szinten belépjenek a társkeresőbe, mert a társkeresők keresői általában szerint rangsorolják az embereket, hogy ki mikor lépett be utoljára. Tehát a keresési találatokban valaki jó helyen szeretne szerepelni, akkor érdemes sűrűn belépni.
szerintem nem érdemes nagyon sokáig levelezgetni az első találkozásig. Én gyakorlatban mondom azt, hogy nyilván én is kerestem társat társkeresőn keresztül, és mindegyik alkalommal randiztam az első-második alkalom után, és aztán kiderült, hogy jó is, mert ha nem működik a kémia, amikor meglátod, akkor utána azzal bármit lehet kezdeni. Soha nem helyettesíti az online társkereső azt az élményt, amit egyébként egy személyes találkozó jelent. Ha mondjuk valaki mondjuk már szerelembe esik így a levelezésben, az is mondjuk egy teljesen normális dolog, mert lehet valaki életem végig a szívemhez közel álló azáltal, hogy csak leveleztünk és sose találkoztunk, de azért az sokkal egyszerűbb, hogy a levélváltások egy személyes találkozót alapoznak meg, és aztán ott mindenki már hozza azokat a személyiségjegyeket, amikre egy kapcsolatot lehet építeni.